Csütörtökön ülésezett Csongrád képviselőtestülete. A városatyák több fontos kérdésben nyújtottak be interpellációt. Az óbecsei Petőfi Sándor általános iskola diákjai Csongrád értékeit ismerhették meg. A kulturális programok mellett kézműves foglalkozásokon és táncházban is részt vettek a testvérvárosi tanulók. Csongrád önkormányzata ismét lehetőséget biztosít a Burza Hungarika felsőoktatási ösztöndíjpályázaton való részvételre. A beadási határidő november 8-a. Egy felvonásos darabot adott elő a Csongrádi Színtársulat. A Diákbiztos Kálváriája című előadás teltházas sikert hozott a társulatnak. A hosszú hétvégén megváltozik a forgalmi rend a csongrádi temető környékén. A temető a 4 nap során 7 órától 20 óráig tart nyitva. Szüreti felvonulást tartottak Tömörkényen. A rendezvénnyel a nyarat búcsúztatták el a szervezők. Köszöntöm nézőinket! Önök a Csongrád Televízió híradóját látják 2016. október 28-án pénteken. Az óbecsei Petőfi Sándor általános iskola diákjai október 24-e és 26-a között Csongrád értékeit ismerhették meg. A kulturális programok mellett kézműves foglalkozásokon, sportdélutánon és táncházban is részt vehettek a testvérvárosi tanulók. Október 26-án a Széchenyi István általános iskola diákjaival busszal indultak Óbecsére, hogy a csongrádi diákok is megismerhessék testvértelepülésünket. Jó napot kívánok! A Csongrádi Település Értéktárbizottság és az Összefogás Csongrádért Egyesület jóvoltából óbecsei diákok tölthettek el 3 napot Csongrádon. 2012-ben megalkotott a parlament a Hungarikum törvényt, és 2015-ben módosításra került, hisz ebben a módosításban szerepelt a külhoni értéktárak létrehozása. És ennek kapcsán került egy pályázati kiírás, amely arról szólt, hogy határon átnyúló kapcsolatok keresésével népszerűsítsük az értéktárakat, a magyar értéktár gyűjtését és a magyar értéktárba való értékek bevételét. És hát elkészült egy pályázat. Ezt a pályázatot készítették nyilván a bizottság tagja is, Murányi László és Erika, a Turinformos Erika. És ez a pályázat elkészülte után, mikor benyújtottuk, ez egy sikeres pályázat lett. Ebben a pályázatban közel 2 millió forint támogatást kaptunk, tehát teljes 100%-osan finanszírozták. Ebben a pályázatban igazából az szerepelt, hogy csongrádi diákok, egy iskola diákjai, óbecse diákjai, hisz ővel van nekünk testvérvárosi kapcsolatunk, diákjaival próbáljunk egy 5-6 napos olyan tábort szervezni, amely táborban gyerekek megismerik a feladatokat, hogy mivel jár egy értéktárbizottságban való részvétel, és mit kellene tenni ahhoz, hogy az értéktárak mindkét területen teljes értékűek legyenek. Ezt a pályázatot, mivel a bizottság nem nyújthatta be, ezért egy civil szervezetet kellett keresni, és ebben a civil szervezetek között a Csongrádért Egyesület, aminek a elnöke egyébként a bizottságnak a tagja, partner volt, és ő nyújtotta be ezt a pályázatot. A pályázat igazából arról szól, hogy a értékek gyűjtése, a nemzeti értékeknek a hangsúlyozása, de azért sokkal többről van szó, hisz ezek a fiatalok, diákok, akik ide jönnek, vagy a csongrádiak, amikor mennek 2 nap múlva, akkor ezek egy olyan baráti légkört tudnak kialakítani, amely nem csak ezt szolgálja, hanem a két testvérvárosi kapcsolatot is tudja erősíteni. 8. osztályos gyerekek, tehát fiatal gyerekekről van szó, és valami fantasztikus életet fognak élni, hisz itt tegnapi nap már a tájékoztatás nem voltam, hogy sajnos nem tudtam ott lenni. Elmondták, hogy bizony micsoda csodálatos tök faragásoktól kezdve itt lesz csíramálé készítés, hisz a Csongrádi értéktárban bent van a csíramálé is, és mai nap folyamán, tehát kedden minden egyes csongrádi értéktárban szereplő
érték bemutatása kerül. A kézműves foglalkozások mellett táncházban is részt vehettek az óbecsei diákok. A Széchenyi tanulók pedig Csongrád kulturális értékeit mutatták be. Ez a 10 gyerek, akit én hoztam, ezek 5. és 6. osztályos tanulók. Mondjam azt, hogy nekik inkább ez egy jutalom kirándulás, és a programban jutalomból vesznek részt, hiszen elég aktívak voltak a tavalyi évben, illetve az idei év elején, és éppen ezért kapták ezt jutalmul. Azt mondják, hogy nagyon tetszett az itt lét az első napja. Gondolom, hogy ezt fogják a maiban is állítani, hiszen ez a kerékpártúra, ami délelőtt volt, és annyi nevezetességet és emléket megtekinthettek, amelyből gazdagodnak. És azok a gyerekek, akik Magyarországról érkeznek mondjuk Óbecsére, azok tapasztalják azt, hogy ott is magyar emberek élnek és beszélnek magyarul, és tudnak magyarul beszélni. Ezt, ahogy figyelem, nagyrészt újdonságként hat a gyerekeknek. A mieinknek pedig egyfajta nemzeti megerősítést jelent az itteni tartózkodás, mivel hogy hát a színes programok, azok a kulturális értékek, amelyekből tulajdonképpen ők nagyrészt irodalmi alkotásokon keresztül halanak, vagy történelem órák keretében, az most úgymond megelevenedik, és hát ebből gazdagodnak. Elég jól ment az összeszokás. Először kicsit bátortalanul közeledtek egymás felé, de úgy gondolom, hogy most már együtt részesei aktívan a programoknak, és még 3 nap áll előttünk, úgyhogy úgy gondolom, hogy a végére ez a 20 fő, aki részt vesz ebben a pályázat megvalósításban, egészen jól össze fog szokni, és együttműködő kis csapattá válnak. Nekem ez a néhány nap nagyon tetszett, mikor ide jöttünk és beléptünk a kapun, kicsit izgultam, de most már barátokat találtam, és akkor úgy jó. Nekem a fahit tetszett a legjobban, mert úgy zötyög, és akkor, hogy az úgy érdekes. Testvértelepülésünk diákjai csongrádi tanulókkal közösen indultak Óbecsére, ahol hasonló módon ismerhetik meg a tiszaparti várost a Vajdaságban. Tájékoztatjuk a Csongrád Televízió nézőit, hogy a mai naptól, azaz 2016. október 28-ától kezdődően műsorainkat a UPC kábelhálózatán digitális set-top boxon az 502-es csatornán is láthatják. A UPC analóg kábelhálózatán a Csongrád Televízió műsora jelenleg még látható, de ez hamarosan meg fog szűnni, és csak digitális formában lesz elérhető, amelyről majd tájékoztatjuk Önöket. Kérjük kedves nézőinket, hogy a UPC kábel televízió ügyfélszolgálatát mielőbb szíveskedjenek felkeresni, hogy set-top boxot kaphassanak a Csongrád TV digitális hozzáféréséhez. Csongrád önkormányzata ismét lehetőséget biztosít a Burza Hungarika felsőoktatási ösztöndíj pályázaton való részvételre azok számára, akik Csongrádon állandó lakhelyen rendelkeznek és szociálisan hátrányos helyzetben vannak. A pályázat beadásához a Burza Hungarika elektronikus pályázatkezelési és együttműködési rendszerébe egyszeri regisztráció szükséges. A pályázati űrlapot november 8-áig kinyomtatva és aláírva a Csongrádi Polgármesteri Hivatal Szociális és Lakásügyi Csoport irodáiban kell benyújtani a pályázóknak. További információt képújság szolgáltatásunkban, valamint a www.csongrad.hu weboldalon olvashatnak. Az elmúlt években több 56-os emlékműsort adott elő a Csongrádi Színtársulat. Évek óta tervezték, hogy helyi eseményekből merítve állítsanak előadást színpadra. A 60 éves évfordulóra írt darabbal egy abban az időben játszódó történet került előadásra. Nézzük az óra, az Jóska! Nézz egy-két, adok egy zsebkendőt. Mi van, nem kell? A korabeli dokumentumok alapján Illés Péter, a színtársulat egyik tagja írta meg az 56-os eseményekről a darabot a múzeumból, levéltárból és könyvtárból szerzett információk alapján. Illetve interjút készített a diákbiztossal, aki a címszereplő is a darabunkban, és
Botos József elmondta a 60 évvel ezelőtti élményeit, ami a gimnáziumban vele történt a forradalom idején. Ez adta a darabunk vázát, melynek címe a Diákbiztos Kálváriája. Úgy látom, elég jól elhagyta itt a munkahelyedet. A kollégámat lehet még nem ismered, Kalmás Sándor. Tisztelettel, megbocsássanak, nekem mennem kell, megígértem Rosta kollégának, hogy megtartom a délutáni korepetálást helyette. Minden jó. Na, minden jó. De mondj csak, ki ez az arrogáns fickó valami francia tanár, vagy kicsoda? A történelmünk során mindig a fiatalok voltak, akik előre vitték a történelem kerekét, ugye a márciusi ifjak is, és a többi forradalomban is az egyetemisták, a fiatalok mindig nagy súllyal jelentek meg, és nagy létszámmal és gondolataikkal, és úgy gondoltuk, hogy a mai középiskolás korosztálynak nagyon jó lenne megismerni, hogy az akkori 60 évvel ezelőtti diákok milyen tevékenyen kapcsolódtak bele a politikai életbe, és mennyire nem volt nekik mindegy, hogy milyen világban élnek, és hogy küzdöttek ők a szabadságukért. Én úgy gondolom, hogy minden fiatalnak kell egy olyan elképzelésének lenni, hogy miért is élő ebben a világban, mi a célja, mit tud ő ehhez a világhoz hozzátenni, hogy tudja jobbá tenni. És én azt hiszem, hogy talán most az előadások kapcsán néhány fiatalban megfogalmazódott a gondolat, hogy ne passzívan álljon az élethez, hanem próbálja ő is a magáét mellé tenni, és az erőket összehozva egy jobb világot megálmodni és megélni. A hosszú hétvégén az elmúlt éveknek megfelelően megváltozik a forgalmi rend a csongrádi temető környékén. A városellátó intézmény tájékoztatása szerint a Végutca utolsó szakasza egyirányú lesz. A csongrádi temető a 4 nap során 7 órától 20 óráig tart nyitva. Ebben az időszakban folyamatosan igénybe vehető az ügyintézés. Látványos szüreti felvonulást tartottak Tömörkényen. A fogatosok bejárták a község utcáit, majd bállal zárult a rendezvény. A vásártéren gyülekeztek a lovasok, akik idén második alkalommal vonultak végig Tömörkény utcáin. A községben sokan foglalkoznak lótartással. A szervezők célja az volt, hogy a falu egész közössége számára látványos programot biztosítsanak. Sokan mondják joggal, hogy hát Tömörkény nem egy borvidék, de nekünk a szüret nem kimondottan a szőlőszüretről szól, hanem a terménybetakarításról, arról, hogy a kiskertekbe leszedjük az almát, a körtét, és hát együtt búcsúztatjuk a nyarat, hiszen lehet, hogy az a mai gyönyörű, szép napos idő az utolsó nyári napunk talán. Próbáljuk a rendezvényünkkel összefogni a falu apraját, nagyját, a szószoros értelmében, hiszen az óvodások a megnyitón tánccal készülnek, és várnak bennünket. A helyi rendezvény kapcsán az egyesületeink vendégül látnak minket, a művelődési házban készítették a díszeket, illetve az általános iskolások is segítettek, hogy a sátrat és a fogatainkat földíszítsük. Úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg az egész falu részt vesz, ha más nem azzal, hogy kijönnek az út szélére, és nagyon sokan megállítanak és megkínálnak bennünket. A lovasoknak pedig azt gondolom, hogy azért ünnep ez a mai nap, mert minden lovas szereti, hogy díszbe öltözteti a lovait, illetve a fogatát, kijön vele a falu utcáira, és hát végigvonul, ez mindnyájunknak jó érzés. Nekem jó magamnak is 3 lovacskám vesz részt rendezvényen, és ez tényleg jó érzéssel tölt el bennünket. Szeretnénk, hogyha ez a rendezvény hagyományt teremtene, hiszen ebben az évben is bebizonyosult, hogy összefogással ebben a kis faluban is tényleg szépen próbáltuk összehozni a rendezvényt. Nagyon sok támogatónk van, legfőképpen a helyi lovasok támogatják a rendezvényt, de nem utolsó sorban említeném meg a helyi önkormányzatot, akik nem csak hogy a sátort felállították, de polgármester úr jóvoltából a lovasainkat az esti bálba vendégül is látják. A művelődési ház előtt a helyi óvodások várták a fogatokat, a gyerekek vidám műsorral készültek a résztvevőknek. Tavaly elsőre, amikor a megrendezésre került a születi bál, vendégként részt vettem benne, jó éreztem magam, és felkéréssel szolgált Ancika is, hogy vegyek részt be a szervezésben, és azáltal örömmel elfogadtam a felkérést,
és próbáltam a lehető maximálisat kihozni magamból is, annak érdekében, hogy támogatókat keresve, hogy minél jobban sikeredjen ez a rendezvényünk. A lovas közösséget egy összetartó csapatnak, ugyanúgy hasonlóan, mint a motorosokat, nagyon nagy igény van rá, annak érdekében, hogy összetartja a falu fiataljait, falu középkorosztályát, minden egyes korosztályt inkább így fogalmaznék, összetart, és ezáltal egy jó összetartó közösséget képvisel a faluban, ami azzal párosul, hogy egy igazi szórakoztató közösség alakul ki. A szervezők bíznak abban, hogy hagyományt teremtenek a községben ezzel a rendezvénnyel. Igazából én a lóval már évek óta járok szüreti felvonulásokra a csapatommal, a többi barátommal, és én megkerestem Ancikát azzal a felvetéssel, hogy mivel hogy itt igazából nem volt jellemző ez a szüreti felvonulás, mi lenne, hogyha nekiállnánk egy ilyet szervezni. És tavaly elkezdtük, és a várakozásainkat fölülmúlva rengetegen jöttek, rengetegen érdeklődtek, állati sok lovas volt, és ezen fölbozdulva úgy gondoltuk, hogy hát akkor következő évben is legyen. És az én feladatom az volt ebben a dologban, hogy én voltam igazából a lovasokkal az összekötő, én ismertem több lovast, és így, hogy el tudok járni több születire, így én tudom őket meghívni, tudok velük kommunikálni, velem tartják a kapcsolatot, és akkor így jött ez a dolog, hogy ez igazából egy álom volt, hogy mi lenne, hogyha a szülőfalomban is lenne egyszer egy ilyen nagyobb szabású rendezvény, mert a lovasnapon is felvonulunk, de az nem egészen olyan, mert ott végigmegyünk a falun, fölkeltjük az emberek érdeklődését, de ez azért egy több órás felvonulás. Itt táncolnak, jól értik magukat a lovasok is, az emberek is. Itt az év végén még az utolsó kis lendületet ki tudják magukból adni, lóval együtt tudnak együtt mulatni, és ez valahogy olyan más, mint egy lovasnap. Olyan több extrát ad a téli hideg hónapokra. Az a jó a dologban, hogy egyre több a lovas. Vannak ilyen tényleg hobbi lovasok is, de vannak, akik tényleg komolyan gondolják azt, hogy itt történjen valami lóval együtt, mert nem mindig az a jó, hogyha bennülünk a számítógép előtt, meg bennülünk az autóban, hanem fölülünk a lovaskocsira, szól a zene, a nóták, amik régről ismernek, és akkor az úgy egészen más, vonza, már most ennek van jövője, hogy vonza az embereket, a régi, az igazi jó dolgok. A szüreti felvonulás Tömörkén szinte valamennyi utcáját érintette. A nap végén szüreti bálban mulathattak a résztvevők. Tájékoztatjuk a Csongrád Televízió nézőit, hogy a mai naptól, azaz 2016. október 28-ától kezdődően műsorainkat a UPC kábelhálózatán digitális set-top boxon az 502-es csatornán is láthatják. A UPC analóg kábelhálózatán a Csongrád Televízió műsora jelenleg még látható, de ez hamarosan meg fog szűnni, és csak digitális formában lesz elérhető, amelyről majd tájékoztatjuk Önöket. Kérjük kedves nézőinket, hogy a UPC kábel televízió ügyfélszolgálatát mielőbb szíveskedjenek felkeresni, hogy set-top boxot kaphassanak a Csongrád TV digitális hozzáféréséhez. Csütörtökön ülésezett Csongrád képviselő testülete. Híradónk végén a képviselői interpellációkat tekinthetik meg. Bocsánat, Jobai Zsolt képviselő úr. Polgármester úr, képviselőtársaim. Interpelláció a Kisfaludi utca, illetve Szegedi út csatlakozásánál. Korábban lakossági fórumon kérték az ott lakók, hogy az átjutást a Szegedi úton segítve egy zebra kialakítása, egy gyalogátkelőhely kialakítása válna szükségessé, ez az egyik. A másik ugyanennek a területnek, Kisfaludi, Csokonai és a másik kis utca vízelvezetése, csapadékvízelvezetésének megoldása lenne, ezt kellene megvizsgálni, hogy lehetne megoldanunk. A harmadik szintén erre a területre, van ott egy sarki terület a Kisfaludi utcában, aminek valamikor régen ugye kiderült, hogy valami francia tulajdonosa van, ott most kidőlt a kerítés, a téglakerítés. Azt meg kellene akkor nézni, hogy azzal mit lehet tenni, illetve általánosságban Csongrád város területén a gyalogjárdákra benyúló fáknak a nyesése az nagyon fontos lenne, mert sok helyen, főleg itt a belvárosban, hogy haladunk befele, sok helyen szemmagasságban van és balesetveszélyes. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagypál Sándor képviselő és utána Máté Attila képviselő úr. Tisztelt alpolgármester úr, az első interpelláció az volna, hogy nem tudom, ki a gazdája a bizottsági ülésre a meghívók összeállítására.
hogy az elnökkel egyeztetnek-e, nem egyeztetnek-e, de én azt kérném, hogy észszerűbben állják össze a bizottságülések az anyagát. Az nem lehet, hogy meghívott vendégek vannak az utolsó napirendként szereplőnek, vagy az utolsó előtti, az két óraosszát is várnak. Példa volt rá tegnap Bokros, előtte példa volt rá a Városgazdasági Bizottságülésen. A rendőrkapitány, igaz, azt előre hoztuk a javaslatomra, de a egészségügyi bizottságülésen nincs, az orvosok is előre lettek hozva, de a meghívóban, hogy úgy szerepeljen, hogy elsőbb legyenek a vendégek. A másik pedig az volna, hogy ha már nem merül fő munkaerő igény, én már sokszor mondtam a jegyző úrnak, meg a testületülésen is, hogy mérjék már fő azt az elhanyagolt portákat, azt kapják meg a tulajdonosok a főszólítást. Tudom, valahol le van írva, hogy 55 főszólítás kiment, de én szeretném azért látni, hogy a körzetemben hány ment ki, mert a vég még a körzeten igazott, nem biciklivel szoktam menni, hanem a kiződ, de sűrűn megállítanak, hogy milyen problémák vannak. És ez hogy legyen megoldva. Több nincs egyenlőtt. A képviselő, az elsőre gyorsan mondom, hogy a bizottság elnökei szokták összeállítani a listát is, meg a témákat is, hogy miket vesznek fel, és utána a bizottság az elején megteheti azt, hogy a meghívott vendégeket figyelembe véve sorrendet kialakít. Tehát itt a hivatal részéről a meghívó kiküldés egyebek, ahogy a bizottság elnökei kérik, úgy történik meg. Elnézést, hogy gyorsan így elmondtam, de ez egy elége. Jó, bocsánat, akkor elnézést Máté Attila, és utána Somogyi Árpád képviselő készül föl. Köszönöm a szót, tisztelt alpolgármester úr, tisztelt képviselőtársaim. Elsőként a Hársfa utcai lakosság kéri, hogy a patkányokkal kapcsolatban nagyobb hatékonyságot mutassunk, mint város, és kérik a város vezetését is arra, hogy ebben próbáljanak segíteni, ugyanúgy, ahogy a Fábián képviselő úr körzetében, például ott a Tulipán utca, Orgona utca környékén is jellemző sajnos ez a patkány invázió, úgy a Hársfa utca környékén is, ebben kérnék segítséget. A következő, október elején a Városellátó intézmény vezetőjével, Bodor Jánossal tartottunk egy ilyen körzetbejárást, amely kapcsán sok olyan dolgot sorba vettünk, amik úgy gondolom már most végrehajtásra is kerültek, illetve folyamatban vannak. Gondolok itt olyan fakivágásokra, ami már ugye régen említett fakivágás, például az Aponyi utcában, akkor a Baross Gábor rakparton a járdajavítási munkálatok. Ezek úgy gondolom, hogy nem olyan nagy jellegű pénzügyi dolgokat nem kívántak. Én örülök ennek, és köszönöm, hogy ezt megcsinálták. A következő, hogy ugyanezen a bejáráson megtekintettük azt a pár kritikus utcát, ahol a csapadékvíz elvezetést én mindig kritizálom. Itt például gondolok itt a Zöldkert utcára, a Szűk utcára, a Halpiac utcára, amivel kapcsolatban kértem az intézmény vezető urat, hogy dolgozzunk ki valami stratégiát, illetve mérje fel, hogy hol nem folynak át, mely kapubejárók alatt a dudák, hol nem folyik el a víz, és majd erről tájékoztassuk közösen a lakosságot, így november elején az érintett utcák lakosságát majd egy fórumra fogom invitálni, ahol ezt tételesen meg tudjuk beszélni, hogy miként tudnánk ezt a helyzetet megoldani. A következő a Kígyó utca, és tehát a Kígyó utcának az Ék utca felőli végén van egy villanyoszlop, ami egy sajnálatos baleset során eltört. Annak a csonkja az kiáll ugyanúgy a földből már nagyon régen. Én arra szeretnék választ kapni, hogy ez a villanyoszlop, ez egy fa villanyoszlop volt, hogy ezt a Démász fogja helyreállítani, vagy ez hozzánk tartozik, de mindenféleképpen ezzel valamit kezdenünk kell, annál is inkább, mert ez balesetveszélyes. És az utolsó, és hogy nem mindig kritikát fogalmazzak csak meg, azért voltak ma már
köszönő szavak is, és itt szeretném még megköszönni a képviselőtestület tagjainak és a város lakosságának, akik indultak a Legszebb Konyhakertek programban, illetve a képviselőtársaimnak, akik támogatták ezt a kezdeményezést, hogy a város csatlakozott az országos konyhakertek programhoz. Én úgy gondolom, úgy értékelem, hogy egy nagyon jó program volt idén is, egy közel 50 fő létszámmal voltak indulók. Én szeretném, ha jövőre is indulnánk ebben a programban. Igaz, hogy lehet, hogy nem az országos kezdeményezéshez csatlakoznánk, hanem egy külön városi konyhakertek programot csinálnánk, és akkor ennek a feltételeit majd én, mint mezőgazdasági munkacsoport elnöke kidolgozom, és a képviselőtestület elé fogom tárni. Köszönöm szépen! Én is köszönöm. Elnézést, említett a Hás utcán a patkányi vezetővel kapcsolatosan. A Víz és Kommunális Kft-nél több képviselő is volt kint, és ott, mintha azt mondták volna, hogy éppen ön mondta, hogy ez az időpont önnek is jó. Ott megegyezés történt, amit már a Fábián képviselő úr a saját körzetében valóban megtett. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy akkor a Fábián képviselő úr kellene beszélni, csak az ügyben, hogy milyen lépéseket tettünk, vagy milyen lépéseket tett maga a lakókörzet, és milyen lépéseket tett a városellátó a lakókörzettel együtt, illetve a Víz és Kommunális Kft. Köszönöm szépen. Dr. Somogyi Árpád és azután Gyovai Gáspár képviselő úr. Köszönöm szépen, a polgármester úr. Az első kérésem volna, köszönöm szépen a városellátónak, hogy a Kenderföldek útjának egy részére már, a folytatásának egy részére vitt ki zúzalékot, mert sajnos igazán esős időben elég nehezen járható. Én még szeretném, János, ha folytatnátok tovább, mert még ott maradt el, illetve ha van energia és humán kapacitás rá, akkor én szeretném, ha ott a nyeséseket is megcsinálnátok télre, mert most már úgy személykocsival elég nehéz, belógnak a gajak, és az út nem engedi, mert a másik fele be van szántva, tehát egyre keskenyebbé válik az az útszakasz, tehát valahogy legalább a fal mellett lévő ágakat le kellene vágni. Ez ugyanúgy, többször beszéltünk róla, hogy ha most itt van tél, metszőolló kisfűrésze, én úgy gondolom, hogy legalább a törzs melletti hajtásokat, fakadásokat meg kellene csinálni, mert sokba tudnák javítani egyrészt esztétikailag is a utcaképet, másrészt pedig közlekedés tekintetben is tavasszal biztos, hogy nagyon fontos lenne. Második kérésem ez a lakossághoz szól, mindig el szoktam mondani, talán többször is, mint ahogy illene, de én nagyon szépen kérek mindenkit, aki különböző anyagokkal fűt, hogy legyünk másra is tekintettel, tehát műanyag, ruhaanyag és egyéb olyat, ami nagy mértékben károsítja a környezetünk levegőjét, saját magunkra és a szomszédainkra is legyünk tekintettel, és próbáljuk ezt hanyagolni, mert időnként elég érdekes füsthatások érnek bennünket, tehát mindenféleképpen az együttélés szabályait ebben a tekintetben próbáljuk fenntartani. Szintén beszéltünk már igazgató úrral többször, hogy Tököli utca, Alma utca, Attila utcán vannak egy-egy helyen olyan fák, amelyeknek a tulajdonos épületét károsítja, illetve veszélyesek. Mindenféleképp szeretném, ha ez a télen, már igazgatóra többször futottunk, sorra kerülne, és tényleg eltávolításra kerülnének ezek a fák. Köszönöm szépen! Köszönöm. Gyovai Gáspár képviselő, és utána Fábián György képviselő. Köszönöm szépen, tisztelt pálpolgármester, tisztelt képviselőtestület, illetve tisztelt csongrádiak. Én egy köszönetnyilvánítással szeretném kezdeni, mégpedig lenn, ugye most október 2-án, tehát az elmúlt testületülés után volt a kötelező betelepítési kvótával kapcsolatos, vagy az elleni népszavazás, és szeretném megköszönni a lakosságnak az aktív részvételt. Csongrád viszonylatában közel 47%-on vett részt. Én azt gondolom a szavazatra jogosult állampolgároknak, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép szám és nagyon jó eredmény, úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm mindazoknak, akik éltek ezzel a lehetőséggel. A következő,
az pedig egy másik fajta információ, az a Bokrosi Művelődési Háznak a tervezés, illetve a pályázata. Érdeklődnék, hogy körülbelül most hol tartunk vele. Ezt kérdezik a bokrosiak is, én most jelen pillanatban nem tudom az aktuál helyzetét. Ugyanakkor jegyző úrnak is, illetve a jegyző asszonynak is jeleztem már többször is, a Pékség épületének van egy udvara. Az udvar az már tragédia, ahogy ott kinéz. Tisztára, akácfával, különböző gazzal, mindennel be van nőve, és a szomszédok igen-igen méltatlankodnak, mert a kerítést már teljesen tönkreteszi, belenőtt az akácba soha, úgyhogy azt már nagyon ki se lehet vágni, és kérik, hogy, illetve kérem, hogy ennek a területnek a rendbetételét mindenképpen meg kell valósítani, mert a szomszédoknak a kertjét mind termelésbe, mind a kerítést zavarja, illetve akadályozza. Somogyi képviselő úrhoz annyiban kapcsolódnék, ha a fűtése kapcsolatosan. Jegyző úrral szintén erről is beszéltünk, hogy az újságban nem csak az együttélés szándék, hát kellene kifejezni, hanem az újságban közzé kellene tenni, hogy van a levegőr környezetvédelméről is egy szabályzat, és pont ezt tartalmazza, hogy hogyan lehet azért üzenni. Tehát érdemes volna az újságban megjeleníteni. Ugyanígy, amit már sokszor beszéltünk, a hulladék, kötelező hulladék gazdálkodásnak a szabályait is lefektetni. Hát ha azért érnénk ezzel valamennyi eredményt, és volnának olyan emberek, akik ezt elolvasva későbbiekben betartanák a szabályozást. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Fábián György. Tisztelt alpolgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Örömmel tapasztaltam, hogy a napokban komoly kátyúzási munkák kezdődtek el a Városellátó Intézmény részéről a Bökényben is. Ezeket gondolom, hogy következetesen végigviszik még délelőtt, amik nem voltak a Tavasz utca, például meg a Búzavirág, remélhetőleg azok is sorra kerülve, talán a télhez úgy érkezünk el, hogy ezek a nagy-nagy gödrök el fognak tűnni, tudva, hogy lesznek majd komoly munkák, például remélhetőleg a jövőben a Tavasz utcán és a Hegyi Antal utcán is, de jó, hogy ezeket megcsinálják. Én egy kérdést tennék föl, hogy a Holtisza oldalon vezető útnak az első szakasza, mi jobbra letérünk az útról, rögtön az első szakasz, a nagy kanyarig, ugye az régi, már stabilizált útszakasz, annak a kátyúzása is elkezdődött, de a nagy kanyar körül, vagy előtte jóval már elfogyott valószínűleg a kő, mert ott nem folytatódott, és ott még nagyon nagy, de közben is elmaradtak olyan kátyúk, amiket most délelőtt nagyon jól lehetett látni. A vízfelület ugyanis mutatta, hogy hol vannak mély gödrök, hogy azt meg kellene még egyszer nézni, hogyha egy mód van rá, azt is meg kellene csinálni. Következő dolog, a panasz érkezett a Tulipán utcából, mégpedig arról, hogy a mozgáskorlátozottak részére fönntartott parkolóhelyre beállnak szemrebbenés nélkül olyanok, akik nem jogosultak ennek a használatára. Ezt a közterületfelügyelet, vagy ha lehet, hát a rendőrség is fokozottabban ellenőrizze, mert ez nem megengedett. Nagyvárosokban ezért nagyon szigorú büntetések járnak, ilyet nem lehet csinálni. Ugyancsak itt a Tulipán utcában, a nagy kanyarban, akik ismerik az utat, azok tudják, hogy miről beszélek, ahol a konténer van, a menetirányjal szembe megállnak párhuzamosan az úttal, tehát menetirányjal szemben ott parkolnak. Ezzel kilátást nagyon rontják, és ott bicikleseket már elütöttek. Ez balesetveszélyes, ez szabálytalan is ez a parkolás, meg hát veszélyes, ezért szintén ennek az ellenőrzését kérik a lakosok. És hát csak úgy megjegyzem, hogy panaszkodnak arra is a Tulipán utcai lakosok, hogy őnekik sincs elegendő parkolóhelyük, de megjegyzem, hogy a Garzonház melletti parkoló, ami nem régen lett kialakítva, az azért éjszaka nagy részt üres. Tehát kicsit távolabb azért lehet a Tulipán utcától, nem annyira távol parkolókat találni. És hát kérdezik azt is, hogy annak a személygépkocsinak mi lesz a sorsa, ez már fölvetődött egyszer, hogy ott áll évek óta, igaz, hogy van rendszáma,
de meg sem mozdul, mert nem is bír olyan az állapota, hogy ezekkel a gépkocsikkal, vagy ezzel a gépkocsival nevezetesen mi lesz, volt-e intézkedés, vagy lesz-e, mert hát fölöslegesen foglalja ott valószínű a helyet. Következő. Pert indítottunk az egykori Városkép Kft. Ügyvezetője ellen. Érdeklődnék, hogy ennek a pernek mi az állása, erről kaphatnánk-e tájékoztatást, hogy hová jutottunk ebben az ügyben. A következő. Elnézést, nem akarok senkinek a területébe belekontárkodni, de személyes, rossz tapasztalatom miatt mondom a következőt. A könyvtár mellett a Szent Háromság tér felüli oldalon, ott van kialakított parkoló, párhuzamosan az úttesttel meg lehet állni, tehát a könyvtár melletti részen, ott egy akkora gödör van, sajnos belementem én is, hogy majdnem kitört a tengelye az autónak. Azt a gödröt nem tudom, a városellátó intézmény részéről tudjátok-e, azt sürgősen el kellene tüntetni, mert az hát nem csak hogy bosszantó, de az szerintem baleset veszélyes is. A következő. Kérdezném, hogy az önkormányzatnak van-e továbbra is elképzelése és gondolata arra, hogy a két temető útnak a meghosszabbításával a felgyői hulladéklerakót sokkal rövidebb úton lehessen elérni. Valamikor ez problémaként vagy megoldandó feladatként szerepelt az önkormányzat gondolatai között. Most ezzel kapcsolatban mi a helyzet? Tudom, hogy azóta nagyon sok minden változott, de mégis érdekelne a dolog. A következő. A négyöles út mellett, illetve két végén, mind a két végén ki volt téve megállni tilos tábla. Ezt kérdezem, hogy mi tüntet, már mint az önkormányzat, vagy a városellátó intézmény tüntette el ezeket a táblákat, vagy pedig hát ezt gyűjtögetők eltulajdonították, mondván, hogy minek az ott. Mert én szerintem az út keskenysége, meg a forgalomra tekintettel indokolt lenne, hogy az a tábla továbbra is ott legyen. Én nem tudtam róla, csak múltkoriban eszméltem föl rá, amikor ott egy kamion megállt az út közepén, ott áldogált, és akkor én megálltam, és mondom neki, hogy uram, ezen az úton nem lehet megállni egyébként se, de hát pláne kamionnak nem, és akkor azt mondta, hogy hát itt nincsen tábla, ebbe az útba be lehet jönni. Tehát ezek anomáliák azért, amiket meg kellene oldani. A következő, ha még van időm, karácsony már nem olyan messze van. A karácsonynak az előkészületeit meg kellett volna már, vagy meg kell kezdeni. Én azt kérdezném, hogy milyen előkészületeink lesznek, mit tervezünk a karácsonyra, lesz-e bevásárlóhely, kivilágítással, közvilágítással kapcsolatban, mik a gondolataink, és akkor én itt befejeztem, még majd folytatom következő alkalommal. Köszönöm. Köszönöm szépen, Murányi László képviselő úr. Zárásképpen. A polgármester úr, a Dobutca sarkán áthelyezték a Dobutca sarka egyik oldalra a másikra egy nagy ilyen villany trafóházat, és a helyén megsüllyedt a föld, ott parkolnak autók, de most már lehet, hogy csak segítséggel fognak tudni kijönni. Meg kell nézni, kinek a hibája, de meg is kell csinálni. Ady Endre utca, Fekete János utca. Minden évben egyszer-kétszer kérem a polgármester hivatalt, hogy írjanak a rendőrségnek, hogy kerékpárok egyre többen mennek a járdán, holott a másik oldalt ott a kerékpárút. Tehát a Tüzép utcája és az Ady Endre utca az éles sarokkal együtt, a sarokkal onnan indulnak. Minden évben van egy-két baleset, kantakosár kiborítja a gyereket babakocsistól, szóval fokozottabban kellene ellenőrizni. Aztán köszönettel tartozom Modor Jánoséknak, mert az Alsóváros, a Tópark környéke ebbe az évbe idáig, amióta Nacsa Zsolt kezébe van ez a rész, közt munkásokkal, ilyen rendben, ilyen tisztán nem volt korábbi években. Én ma megköszöntem az egyik rendőrnek is, aki ott körzeti biztos, hát hagyd mondjam, hogy a Nacsa Zsoltékkal együtt, tehát ő is benne volt ebbe a dologba. A bizottság ülésen erről is szóltam, és kaptam is egy olyan jelzést, hogy felsöpörtette az Alsóvárost. Képviselőtársam Nagy Pál mondta ezt, tudom, hogy igaza van, és azt is tudom, hogy éle volt a dolognak, de igaz is. Szó szerint igenis embereken múlik a dolog, és ez jó esőérzés volt hallanom, hogy tényleg meglátszik, hogy ott Nacsa Zsolt dolgozik. Aztán még egy köszönet van. Évek óta egyik képviselőtársam a legszebb kert, meg a
ilyen versenyeket kézbe tartja, úgy hívják, hogy Máté Attila, mindannyian kaptunk erre meghívót. Hál' Istennek most el tudtam menni egy színvonalas, jó előadás, polgármester úrral együtt adták át a díjakat, vetítve a legszebb kertek, jó volt a szöveg is, nem volt sok, annyi, amennyi kellett. Magyarán egy jó rendezvény volt, és ami nagyon érdekes és fontos, teltház volt. Ott rengeteg ember volt, és mindenki elővette a kis üvegét, kínálta a másikat egy kis pálinkával, evvel, avval, és higgyük el, hogy kell ez, egy jó szót. Dicsérték, aki a disztót nyerte, vagy a malacot, vagy mit. Szóval egyszerűen együtt voltak az emberek. És ami fontos, mindenhonnan láttam én embert. Nehogy azt higgye valaki, hogy csak kétkeziek voltak ott, vagy csak egyetemi tanárok. Mindenhonnan voltak. Ezt folytatni kell, és én köszönöm a Máté Attilának. Köszönöm szépen, és végére értünk a testület ülésnek. Köszönöm az aktív részvételt. Csütörtökön ülésezett Csongrád képviselőtestülete. A városatyák több fontos kérdésben nyújtottak be interpellációt. Az óbecsei Petőfi Sándor általános iskola diákjai Csongrád értékeit ismerhették meg. A kulturális programok mellett kézműves foglalkozásokon és táncházban is részt vettek a testvérvárosi tanulók. Csongrád önkormányzata ismét lehetőséget biztosít a Burza Hungarika felsőoktatási ösztöndíj pályázaton való részvételre. A beadási határidő november 8-a. Egy felvonásos darabot adott elő a Csongrádi Színtársulat. A Diákbiztos Kálváriája című előadás teltházas sikert hozott a társulatnak. A hosszú hétvégén megváltozik a forgalmi rend a csongrádi temető környékén. A temető a 4 nap során 7 órától 20 óráig tart nyitva. Szüreti felvonulást tartottak Tömörkényen. A rendezvénnyel a nyarat búcsúztatták el a szervezők. Adásunk végén felhívjuk nézőink figyelmét, hogy hétvégén kezdődik a téli időszámítás. Ne feledkezzenek meg arról, hogy október 30-án vasárnap 3 óráról 2 órára kell visszaállítani a mutatókat. Híradóval legközelebb hétfőn várjuk Önöket. Adásainkat megtekinthetik honlapunkon, a www.csongradtv.hu weboldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!